Felvillan a fény, ahogy a gyalogos a zebra közelébe ér. Ez az úgynevezett okos zebra, amit egy alapítványnak köszönhetően Szekszárdon is kialakítottak, méghozzá azon a gyalogátkelő helyen, ahol kétszer akkora a forgalom naponta, mint az M6-oson, és ahol tavaly egy halálos gázolás is történt. Az önkormányzatok pályázhatnak, mi több szempontot veszünk figyelembe, a baleseti statisztikát, a forgalmi adatokat, illetve a városon belüli elhelyezkedést. Azért esett a választásunk erre a kereszteződésre, egyrészt már korábban is telepítettünk itt egy csúszásgátló útburkolatot, hiszen a város bebizonyította számunkra, hogy sajnos ez egy fokozottan veszélyes útszakasz, és most a vészfékezés segítése után a láthatóság növelése mellett döntöttünk. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere emlékeztetett, több olyan beruházás is megvalósult a városban, például a siófoki vagy éppen a palánki körforgalom kiépítése, amik kifejezetten azt a célt szolgálták, hogy a balesetveszélyes helyszíneket megszüntessék. Az alapítványhoz is ebből a célból pályáztak az okos zebra kiépítésére.